vajon mi mindenre elég egy euró? Itt, Olaszországban akár házat is lehet venni érte. Sziasztok! Sziasztok! Borzasztóan kíváncsiak vagyunk, milyen ez az egy eurós ház. Ne vagyok indulva, megmondom őszintén, amikor ezt meghallottam, hogy egy euróért lehet venni egy házat, beindultam. Még ne indulj el annyira be, először nézzük meg. Ugyanúgy beindultam, amikor meglátok egy szupernőt. Most nagyon figyelek, mert mindjárt le kell kanyarodnunk a főútról és rátérni egy földútra. Az átgondolható, hogy ilyen úton kell folyamatosan jönni, hogyha az ember megveszi ezt a házat, ilyen úton kell jönni ahhoz, hogy elérd a házat, de egyébként maga a táj, az borzasztóan szép. 100 meters, turn left. Nem tudom. Nézd. De magát az épületet szeretném egy kicsit megnézni. Oda egy kép könnyebben félre lehetett volna állni, mint ide. Ez eszméletlenül szép, nagyon elhagyatott. Igen. De gyönyörű. Ott van a bejárat? Ott van egy bejárat, igen. Megnézzük? Hát nézzük meg. Nézd meg a boltozatos tetőt, innen is milyen szépen látszik. Még lámpabúra is van. Ez eszméletlen szép. Nézd, ott egy kapu. Valószínűleg ez valami gazdasági épület, amiért... Igen, elől volt a... Amiért, nézd meg, ott van a valami bejárat ott a zöldbe, igen. De hát egyszerűen lehetetlen hozzájutni. Ez a kerítésnek is egy része csak, egy része leomlott. És itt kezdődik a ház. Tulajdonképpen egy ilyen kanyarban van. Hát nézd meg, a rács. Hogy a rács szinte megvan az ablakon, de benőtték a növények. Ja. Tehát bementek a lakásba, és tovább mentek. Borostyán lakik most itt. Hívjuk borostyán lakik. Én azt gondolom, hogy ebbe a házba legalább 30 éve senki nem lakott, de lehet, hogy 40 vagy 50. Lehet. Tehát utoljára a 70-es, 60-as, 70-es években lakhattak benne, szerinted nem? Körülbelül. Ez itt mögöttünk egy 1 euróért megvásárolható ház, természetesen még 5000 euró biztosítékot kellett fizetni, és egy éven belül, illetve egy hónapon belül meg kell kezdeni a felújítást, egy éven belül be kell fejezni a ház felújítását, és abban az állapotban való felújítását, amit ők előírnak, tehát nyilván a korának megfelelően, és így lehet a tulajdonod. Amennyiben ezt egy éven belül nem fejezed be, akkor elveszted a tulajdonjogát, és elveszted az 5000 eurót. Euródat. Mert ezek a levelek porosak is, nagyon poros leszel. Nem baj. Nem, ez a garázs, tehát itt nem tudunk bemenni, ez csak a garázs. Ez a garázs. Aminek, épület volt. Hát, aminek a teteje lehullott. Aha. Nem ez a bejárat, máshol kellene bejáratnál. Megnézem, hogy ki lehet egyinni valamelyiket? Hát lehet, hogy hátulról be tudunk menni. Hátulról mindig könnyebb, legalábbis ebben a korban már. Opa! Opa! Uci. Mi az? Ez nagyon romos. Ja. Menjetek ti előre. Igen. Nem, ez is csak egy ilyen ennyi helyiség. Ez is egy kis helység. Tehát nincs izé. Nem, lehet, nem ez a... Ez milyen régi? Ez is több száz évet lesz. Nézd azt a gerendát. Úristen, hát de gyönyörű. Ja. Csak beszakadt. Ez be. Beszakadt, de lehet, hogy azt az ajtót is ugyanúgy be tudod ugyanezzel a mozdulattal rúgni. Itt van a lépcső. Na, akkor... Hát szóval gyertek velünk, lehet, hogy ez a következő otthonunk. Lábbal kényelmesebb. Buongiorno! Van valaki itthon? Jó pofa vagy, köszönhetsz az égnek. Azt a hűvöset, úristen! Hát persze. Ez fantasztikus. Ez. Csuda szép vagy. Ez itt lehet, hogy malom. Hát ilyen malom. Malom? Vagy nem az? Hát... Szerintem ez malom. Malom, hát itt forog ott a malom kerék. És a két malom kerék. Csak azt nem tudom, hogy mivel... Hát ez volt a malomnak a bejárata. Igen. Azt nem tudom, hogy mivel hajtották ezt... Ezt felül lehetett élni. Széllel? Mert víz nem hajthatta. Félsz? Nem, csak azért megnézem. Várjál, itt felkukkolok. De lehet, ott hiszen le van szakadva, igen. Ez lehetett itt egy lépcsőház. Föl.
Tehát itt föl lehet menni. Hát nem biztos, hogy... Igen, hát itt a különböző... Na, ott a fürdőszoba. Nézd, szokám, milyen könnyű föl lenni. Jaj! Kukucs. De nem azért nem akarok a fődémre lépni, mert beszakadt, hogy lehet lépni meg el is. Ez majdnem rád esett. Hát azért. Szerintem nem menjünk tovább, jó? Hát ott volt a fürdőszoba, ott valami. Én megpróbálok visszalejönni. Rengeteg légy, a tető az mindenütt. Hát ki... Hát beszakadt a tetőt, tehát gyakorlatilag nincs teteje az épületnek sehol. Most lehet, hogy leesek. Mi? Találtam a fürdőszobát. Fönt is van fürdőszobát. Édesem, csodaszép fürdőszoba van, van WC, vidé. Nem gondolom, hogy ez magas. Igen, ez lehet tetnére, még vidé is volt. Így van. Olaszok. Mások, mint a... Hát, hogy ez nem régi felújítás, ez egy olyan 60-as években ezt lakhatták szerintem. Igen. Ezek a gerendák. Csodaszépek. Ugyanaz a megoldás, mint a egy nagy gerendés, ugye ilyen béléstestek, hosszú béléstestek vannak rárakva. Hát ez volt a följárat az emeletre. Maga az ajtóban nézni, milyen zár volt. Igen. Tehát ez a... Sok nagyon pontos komoly zár, ami már azért egy modern zár. Így van, de nézd meg ezeket a gerendákat. És ez a malom tetszik nekem a legjobban. Ez a... Én azt gondolom, hogy malom, de hát lehet, hogy ti, akik nézitek, hát jobban tudja. De az is lehet, hogy szőlőprés. Vagy tudod, mi lehet még? Olivaprés. Hát az inkább, mint malom. Inkább az olivaprés, és akkor ide folyt az olívaolaj be. Igen. Tehát az leszületeltek itt a körül. Valószínűleg ehhez a házhoz tartozik egy terület. Hát nézd meg, itt van még az áram. Hát villanyóra is van minden. Sőt, hát ez is valamilyen ilyen prés része. Van villanyóra gyakorlatilag. Volt. Nem akarom fölnyomni. Ne is, mert szerintem nem. Valószínűleg már izé. Igen, tehát ez jól lehet, jól mondod, ez olívaprés lehetett, de ezek a kerekekkel forgatták és valahol préselték ki a szőlőt, vagy az olivát, az a másik kerék, tehát két ágon folyt, és ezekbe a vályokba folyt bele a szőlőlé, vagy az olivalé. Olivaolaj. Másik oldalon az olivaolaj, igen, másik oldalon, hát nem is nézitek meg, hát a teteje az teljes mértékben. Hát beszakadt a gerenda, ott van a nagy gerenda középső, az nem bírta. Ugyanilyen gerenda volt, mint ez, csak az már nem bírta ott a terhet. Mit gondolsz, milyen lehet egy ilyet megvenni, vagy milyen érték lehet ez? Lehet, hogy itt élni nem lenne érdekeltelen, vagy nem lenne rossz, tehát amit erre költeni kell, meg kívülről, hát a kőház, ha megnézed kívülről szinte semmit, a tetőt kell megcsinálni, meg az ajtókat. Tető, nyilászára, de maga a meg kő, a komfortot. Maga a kőház, nézd meg ez is, ez tökéletes. De a másik szárnak nincs teteje, meg ennek az oldalnak sincs. Sőt, hát ott a úgynevezett föltételezhető garázs résznek sincs. Ez, amit itt benőtt, ez a... Hát itt vitték be a termést. Ezen az ajtón vitték be a termést. Ami lehetett szőlő, vagy lehetett az oliva, vagy lehetett bármi. Szerintem ez fakad kell, hogy legyen. Ez a rész, amiben nem férünk hozzá, ez egy másik része. Ez egy valószínűleg gazdasági épület, és itt az út másik oldalán, mintha valami patak lenne. Mi? Annak az ajtaja is? Meg lehet közelíteni? Hát érdekes lenne megnézni, hogy ez milyen épület. Az lenne a lépcső? Hát nem tudom, de ott valaha valamikor volt egy lépcső szerintem. Megpróbálok segíteni. Nem kifejezetten ehhez a... ehhez öltözték. Hát itt egy lépcső. Igen. Ugye szúj. Hát egy kicsit van por. Fönnakadtam. Hát nem baj, most még már szoknyád alatt vagyok gyakorlatilag. Tehát annyira poros, meg annyira... Aha, abba be lehet menni. Ez itt van. Nézzétek meg, hogy ilyen bukhálók. Van bútor is. Már bútorra se kell költeni. Miért bútor is van benne? Aha, meg egyik. Ő lakik itt. Milyen épület ez? Nem tudom. Ez valami gazdasági épület, tehát itt valamit... Tároltak. Tároltak, és ott van a nagy szikla. Hú, pókháló pofámba. Az a szikla szinte beletépítve. Zseniális.
De ott is van még egy kis helyiség, amit láthatóan később. És ez itt egy hulla lenne, csak már a ruhája? Jaj, de vicces vagy, nem, az csak... Ja. Ott van, még egy, ki, ott van még egy WC. Már, valaki már elkezdett volna esetleg felújítani. De hát a teteje, az ennek viszont, hát jó állapotban van. Igen. Pókok élnek itt. Nem, nem kevesen. Igen. Az ablak is. Hát, ilyen egy ház. Gazdasági épülete, 1 euróért. Úgyhogy ennek egy picit a hivatalra majd utána kell néznünk. Hát ez nyilván 1 euróért fog elkelni. De hát rá kell költeni. Lehet, hogy azért valaki ajánl érte 15 eurót édesen. Ez tök mindegy, igen. Na most próbáljunk meg innen lejutni. Álmodozni nagyon jó egy ilyen dologról, de hát azért nagyon-nagyon sok a kötöttség. Nem csak a távolság. Legnagyobb kötöttség szerintem az, hogy itt az idegenben hát, találnod kell iparosokat, minden is. És inkább az, hogy ezek nem véletlenül adják ezeket 1 euróért, azért adják 1 euróért, mert ezek a házakat elhagyták, a benne lakók is nem gondozták. Az önkormányzatnak az a célja ezzel, hogy te felújítsd, hogy te rendbe tedd. Azért adja 1 euróért, de sokszor a rendbetétel, az sok az annak megfelelően, ahogy ennek ki kell nézni, tehát a védett épületeknek, ahogy ki kell nézni, ez a rendbetétel sokszor sokkal többbe kerül, mint amennyit ér. Én ennél a résznél is ezt érzem, hogy ez valójában, hát így van tűn, de az biztos, hogy itt nem könnyen tud fölmenni. De nézd meg az ajtót magát, ami nagyon szép. Én megoldom a föllemászást, édesem. Nagyon szép az ajtó egyébként. Igazándiból szerintem ez azoknak való, mint a mi szállásunk tulajdonosa is, ugye, aki amerikai és visszatért ide Toszkánába, hát gyökereihez egy fogadott, a nyugdíjas éveire. Egy fogadót, vagy pedig egy fogadót akar csinálni, és valami bevétele van ebből a turisták, hogyha jönnek, még hogyha hetente, vagy havonta csak egy alkalommal jön valaki, az is. Beakadt a szoknyád. Jaj, kiakadtam? Igen. Oké, nem próbálok nem legurulni. Jaj. Az embernek mindig az ingatlanon jár az agya. Mert 1 euróért valamit megvenni. Vagy 1000 euróért, ha netán föllicitálják. Az a nagy költség, amit rá kell költeni a kötöttségnek megfelelően, és utána nem biztos, hogy azért ez ismervén az építőanyagok árakat, az iparosokat, ennek az ingatlannak a felújítása itt minimum 100-150 ezer euró között van. És komoly átírási költség van, komoly adó van utána az önkormányzatnak, azért érdeke ezt 1 euróért neked eladni, mert utána adót fizetsz majd, amikor már megcsináltad. Mert aztán komolyabb adók vannak, tehát azért itt ezt kell meggondolni, és ez az, ami nagy költség. Nagyon érdekes volt ez a ház, és nagyon érdekes volt az embernek beleélni magát abba, hogy 1 euróért vesz valamit, de már megint egy kicsit azért a realitás az egy picit más, mert ha az ember igazából belegondol és elkezd számolgatni, akkor megint egy kicsit más. De természetesen mi még gondolkodunk ezen, meg megnézhetünk más hasonló ezen ingatlanokat is, de az nagyon... Nem, ez óriási kötöttség, hogy valahol a világ végén van egy ingatlanod. Tehát ez azoknak való, akik mondjuk nyugdíjas korukra le akarnak egy ilyen helyre költözni. Arra zseniális. Mi még gondolkodunk, túl nagy ter, túl nagy a távolság, túl nagy energiát igényel, de azon viszont el lehetne gondolkodni. Az ötlet az viszont fantasztikus. Hogy ezt nálunk is lehetne használni, ezt az 1 eurós dolgot, mert nálunk is nagyon sok elhagyatott ház van vidéken, nagyon sok olyan elhagyatott, amit így 1 euróért el lehetne adni, ha tényleg önkormányzati tulajdonba kerülhetne, és akkor esetleg hasznosítani lehetne. Hát az a gondolat jó, tehát esetleg javasoljuk azoknak, akik döntéshoz helyzetben vannak, hogyha vannak ilyen ingatlanok, akkor tényleg érdemes ezeken hát elkezdeni gondolkodni. Álmodozni nagyon jó, abba belegondolni, hogy megmentesz valamit, ami egy darabka történelem, és újraéleszted. Én is ebbe gondoltam de bele. Azért ez nem nekünk való. Nagy a távolság, meg túl sok hasonló projektunk van, tehát és ha már belekezd az ember valamiben, akkor valami olyan bekezd bele, amiben jelentősebb hasznot lehet. Ezzel hasznot 100%-osan nem lehet realizálni. Maximum magadnak létre tudsz hozni valamit, de ott meg azon egy picit mi, hát úgy őszintén nem, nincs erre szükségünk. Persze. Ha már erre jártunk, gondoltuk, ezt is megmutatjuk nektek. Hát, ha van valaki, akinek felkelti az ilyesmi az érdeklődését, ez egy nagyon jó játék, de egy nagyon nehéz kihívás.
bárhol egy ilyen házat feléleszteni, mint mondtuk, utána tudtok nézni a neten. Azért ezek mindig olyan területen vannak, ami hát nem a zsíros föld, na mondjuk ki. Tehát tényleg a világ vége, ahol nincs semmi. Hát vagy a falunak a közepe, ahol tényleg megint csak semmi nincs, van 500 ember. Ház, igen, tehát, és akkor be kell költözni oda Gianni-hoz és Giancarlo közé, akik ugye általában berúgnak minden este. Mondjuk, de teljesen mindegy. Szóval a lényeg az, hogy álmodozni jó volt, én is jót álmodtam, jót gondolkodtam ezen, és jó volt megnézni, és jó volt gondolkodni, hogy mit lehetne tényleg kihozni. Ki lehetett volna ebből hozni sok mindent, meg sok jót is. Még gondolkodhatunk is, hogy ti is gondolkodjatok. Ne felejtsetek el lájkolni, iratkozzatok fel, kezeket a paplan fölé, szép álmokat, sziasztok! Sziasztok.